Köszöntöm nézőinket, Önök a Kaposmenti magazinunkat látják. Október utolsó hetében Dombóvár több pontján is útfejlesztési munkálatok kezdődtek. A Szőlőhegyi és Új-Dombóvári városrészben, illetve a belvárosban egy bekötő út aszfaltozására került sor a napokban. Tavasszal a város több pontján különböző forrásokból került sor a Mászlonyi út, a Radnóti utca, Erkel Ferenc és Csiky Gergely utca közötti szakasza, valamint a Fészek utca aszfaltozására. Most ősszel 40 millió forint összegű támogatásból a Gárdonyi utca, illetve a Fő utca, 3. utcai csomópont és a 9. utca közötti szakasz útburkolatának teljes körű felújítása valósulhatott meg. Az idejében több mint 100 millió forint értékben sikerült Dombóvár között hározatát javítanunk, illetve a kórház mellé több mint 70 főres parkolót megépíteni. Remélem, hogy ez a parkoló végre már sok ember elégedettségét fogja szolgálni, és kulturált körülmények között lehet parkolni a kórház mellett. Ezt a megkezdett folyamatot szeretnénk jövőre tovább folytatni, és lehetőség szerint minél több utat felújítani dombováriak számára. Az egy évvel ezelőtt megválasztott új városvezetés kiemelkedő feladatának tekinti a városi infrastruktúra korszerűsítését, fejlesztését. Elkészült a 70 férőhelyes parkoló a Dombóvári Kórház mellett 3 akadálymentes leállóhely kialakításával. A Dombóvári Szent Lukács Kórház a kistérség valamennyi településéről fogad betegeket, ezért is tartotta fontosnak Dombóvárváros önkormányzata a korábbi silány minőségű kivitelezés helyreállítását. Jelenleg folyamatban van az I.S. Gyula gimnázium reggeli parkolási nehézségeinek megoldására a Bajcsy-Zsilinszky utcában a parkoló megépítése, amely még novemberben elkészül. Továbbá elindult a vasútállomás parkoló bővítésének folyamata is. Élhető település, élhető környezet. Továbbra is ez a motto vezérli a Csíkóstőtősi képviselőtestület munkáját, amelynek élén a 2019-es őszi önkormányzati választások óta a korábbi alpolgármester Kreb Imre áll. A település vezető az elmúlt egy év eredményeit tekintve bizakodva tekint előre. Tavaly ősszel vett át a stafétabotot elődjétől Kreb Imre, Csíkóstőtős polgármestere. Korábban képviselőként, majd alpolgármesterként segítette az önkormányzati munkát. Azt mondja, 20 éves tapasztalattal a háta mögött rengeteg újdonságot tanult az elmúlt egy évben. Az elképzelthez képest sokkal több időt kell fordítani erre. Olyan dolgokat, amibe az ember napi szinten nem volt bent, egyáltalán a hivatal működése, a pályázatok elszámolása, közben az aljegyzőnk szülési szabadságra ment, személyi változás is volt. Mire összeszoktunk, az egy kicsit nehezebb időszak volt, mostanra úgy érzem, hogy ezt meg tudjuk tenni. Kell dolgozni azért, hogy előrébb tudjuk vinni a dolgainkat. Az elmúlt időszakban alapvetően nagyon sokat fejlődött a település, mindenképpen arra gondoltam, hogy ezt úgy kell megoldanunk, hogy fenntartsuk a meglevő intézményeket, vannak még előttünk álló feladatok, arra meg ezzel a testülettel bátran vállalkozunk. A tavasszal kialakult járványhelyzet nem várt kihívások elé állította a település vezetést. Az emberek nehezen értették meg azt, hogy itt most milyen helyzetről van szó. Viszonylag furcsa volt, mert mindenki a munkahelyét féltette, mert bezártak cégek a környéken. Nálunk azért a közhasznú munkások, közmunkások azok végig dolgoztak, tehát ilyen gondunk nem volt. Mindent megtettünk azért, hogy az emberekkel a kapcsolatot tudjuk tartani ebben az időszakban is. Kellett újítanunk. Egyszer használatos étordókban lett mindenkinek, a gyerekeknek, felnőtteknek kivéve a napi étkezésük. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a Német-Magyar Kulturális Egyesület felajánlotta a saját buszát, amivel meg tudtuk ezt oldani, és az intézmények dolgozói is besegítettek ebbe az ételhordásba. Nagy létszámú rendezvényeket azonban elővigyázatosságból nem szerveznek, pedig a helyieknek hiányoznak a közösségi programokat kísérő vidám, nagybaráti összejövetelek, tette hozzá Kreb Imre polgármester. A faluban működő civil szervezetek ezért igyekeznek aktívak maradni.
Van a Német-Magyar Kulturális Egyesület, és azon belül egy nyugdíjas klub. Van a Paluszépítő Horgász Egyesületünk, és a Sportegyesület, ami Kaposszegcső településsel közösen működik. Részt vesznek minden programba, aktívak, nyugdíjasaink aktívak, a vírus időszak alatt több száz maszkot vartak, és osztottunk ki a falu lakosságának. Élhető település, élhető környezet, továbbra is ez a vezérfonala az önkormányzati munkának, amire csak lehet pályázatot nyújtanak be, hogy a falu továbbra is a fejlődés útján maradjon. Az elmúlt egy évben a beadott pályázataink közül az óvodai játszótér pályázatunk, amelyik nyert, ez egy 5 millió forint, nagyon megérdemelte már az óvoda közössége az új játszóteret. Egy eszközbeszerzési pályázaton a közmunkaprogramhoz nyertünk 12 millió forintért eszközöket, ami viszont a nagy területnek a gondozásához és a munkavégzéshez szükség van. Ez, ami most befejeződött, és ezt kellene még bővítenünk. Van egy líderes pályázat, aminek most érkezik el a befejezése, ebbe mintegy 2 millió forintért utcabútorokat fogunk kihelyezni. Ezen kívül két civil szervezet is pályázati forráshoz jutott. Egy régóta várt nagy beruházás pedig szintén kezdetét veszi Csikostöttösön, hangsúlyozta a településvezető. A Sportegyesület az öltözőnek az energetikai felújítására nyert, a Paluszépítő Horgász Egyesület szintén 5 millió forintot nyert egy gépjárműbeszerzésre. Idei évben kezdődik el egy nagy beruházásunk, 190 millió forintos pályázaton nyertünk a belterületi csapadék vizelvezetésbe. Ez a Szabadság utca egy része, Hunyadi tér és a Béke utca csapadékvízmentesítése fog megtörténni. Elméletileg a jövő év végére fogjuk tudni ezt befejezni. Tervekből pedig nincs hiány. Az önkormányzat többek között a hivatali épület energetikai fejlesztésére, a faluház külső-belső felújítására és a temetőkerítésének renoválására is szeretne pályázatot benyújtani. Mindenképpen az intézményeink működtetésével kell, hogy tudjunk előrelépni. Idén ez a vírusos helyzet, ez beleszólt ebbe, de a hagyományok házát kell, hogy élettel telivé tegyük, programokat kell szerveznünk, ami jobban működik már a kilátó és a horgásztó környéke, hát oda is lehetne még további munkát találni, csoportokat kellene szervezni, idénre is kiajáltuk már iskoláknak, intézményeknek. Hát ez azért még messze van attól, amit el kellene érnünk. A közmunkaprogram zavartalanul működik a faluban. Tennivaló bőven van, tette hozzá a polgármester. A településen jelenleg a Start munkaprogram folyik. Ebben van a járdaépítés és a térkőgyártás. Az idei évben 400 méter járdát tudtunk már lerakni, és ehhez elő is állítani a térkövet. Tehát ezt pozitívan kell, hogy említsem ebbe, ami szomorú, vagy más oldalról talán dicséretes is, hogy egyre nehezebb embert találni erre. Hosszú távú munkavégzésre vannak még embereink, ők viszont a nagy területen a falugondozást végzik, fűnyírást, közterületek tisztítását. Vírus időszakban például ők fertőtlenítették a buszmegállókat, közintézményeket, palugi gondnoki feladatokat látnak el. Az idei évben 63 köbméter tűzifát kapott az önkormányzat az államtól, amelyet saját költségen összekuklizva szállítanak majd házhoz, mintegy 100 személynek. Kreb Imre bizakodva tekint az következő 4 évre. Azt mondja, jó kapcsolatot ápol a falu lakosságával, a helyiek rendszeresen megkeresik ügyeikkel. A képviselőtestülettel és a hivatali dolgozókkal pedig jó az együttműködés. Összhangban hozzák meg a település fejlődését szolgáló döntéseket. 2020 nyarán megalakult Attalán a Helyi Értéktárbizottság.
Céljuk a településhez kapcsolódó értékek felkutatása, dokumentálása, megismertetése az emberekkel. Több értéket felterjesztettek már a megyei értéktárba is, innen pedig akár Hungarikum is válhat valamelyik helyi értékből. 5 fővel alakult meg Atalában a helyi értéktárbizottság. A csapat indulásakor már 15 olyan helyi értéket terjesztett fel, amelyek csak Atalára jellemzőek és méltóak arra, hogy megóvják és megőrizzék azt a jövő nemzedék számára. Tehát a helyi értéktárban az Atala község címere, a milleniumi kerámia szobor, a tükröspont, az atalai női és férfi viselet, a Szent Vendel templom, a Szent Háromság szobor, ami az első világháborús szoborral együtt van, a második világháborús szobor, a Szent Imre szobor, az atalai tájház, a Kisvasút, a Nepomuki Szent János szobor, a Szent Kristóf szobor, illetve a maga a templom harangjai kerültek felterjesztésre. Ezt mindet elfogadtuk, nyilvánvaló az első alakulőülésen egy nagyon jó indulás volt ez. Ebből 5-öt terjesztettünk fel a megyei értéktárba, a tükröspöntjöt, a női viseletet, a tájházat, a világháborús emlékművet, aztán a Nepomuki Szent János, illetve Szent Vendel római katolikus plébániát. De úgy gondolom, hogy ugye egyediségével, jellegével próbálnak a megyei értéktárba is olyan különleges dolgokat bevinni, amely megyei szinten is nagy jelentőség, hiszen templom mindenhol van, nem biztos, hogy barokk stílusú, ez az egyetlen egy van itt a megyénkben, de amiket beválasztottak a megyei értéktárba, az valóban megállja a helyét a megyei értékek között. A helyi értéktárbizottság megalkulásának az volt a fő apropója, hogy a helyben feltárható, felelhető olyan értékeket egybegyűjtsük, feltárjuk, illetve dokumentáljuk, amely későbbiekben nemzeti értékek közé sorolható lesz. Ezt a 2012-es 30-as törvény adja a törvényességi háttereit, ez az összetartozás, az egység és a nemzettudat erősítése érdekében jött létre. Itt is fontosnak tartjuk, hogy a gyűjteményt dokumentálni kell, ezt szigorúan fellelhetővé kell tenni. Itt a törvény kitér arra is, hogy a honlapon ezt láthatóvá kell tenni, tehát mindenki részére hozzáférhetővé válik. Nemzeti érték lehet minden olyan magyar nemzetiséghez, illetve a magyarsághoz köthető érték, amely az elődeink már megalapítottak. Ez lehet szellemi, anyagi, tárgyi, illetve olyan érték vagy termék, amely a magyar kultúrát képviseli. A hungarikumok azok már egy kiemelt nemzeti értéket képviselnek, nagyon reméljük, hogy talán lesz a Atalába is, a tükröspontban bízunk, hogy esetleg hungarikum már kiemelt nemzeti értékké alakulhat. Itt a településen rengeteg olyan érték van, amelyet nagyon szeretnénk, hogyha mindenki láthatóvá, illetve dokumentumok által ismerté tehetnénk. Az értéktár bizottsága, ahogy már beszéltük is, júliusban megalakult 5 fővel. Ez az 5 fő hasznos munkát fog szerintem végezni a település érdekébe. Úgyhogy nagyon bízunk abba, hogy rengeteg értéket tudunk még produkálni így a csapattal. Atala a 15 érték közül 5-öt a Tolna megyei értéktárba is felterjesztett, ezek közül az 1793-ban felállított Nepomuki Szent János szobrot és az atalai tükröspontjot el is fogadták. 2004-ben ez a tükröspont már az országgyűlés által megkapta a nemzeti értékdíjat. Aztán mi ezt szerettük volna egy kicsit tovább terjeszteni, és mivel az értéktárbizottság ugye a megyei értéktárba is felterjesztette, ott pozitív elbírálást kapott. Többek között ezt annak is köszönhetjük, hogy ugye nagyon nagy a fogyasztói értéke a halnak, ugye az egészséges táplálkozás, az omega-3 zsírsavak, meg az egyéb fontossága miatt, tehát az egészséges életmód miatt nagyon fontos a halas ételeknek a fogyasztása. Königné Nagy Magdolna elnök szerint ez a feladat olyan, mintha megajándékoznánk egymást és az utánunk következő nemzedéket. Nem az a fontos, a kultúrát nem ápolni kell, mert nem beteg, nem őrizni kell, mert nem rab, hanem mindannyiunknak meg kell ezt a kultúrát magunknak teremteni, és ezáltal a jövő számára szerintem elengedhetetlen hozadéka van. Úgyhogy szerintem ennél nagyobb ajándékot nem adhatunk a jövő generáció számára. Második ciklusát kezdte meg polgármesterként Kapospulában egy évvel ezelőtt Stemmler József. A település vezető a korábbi 5 év sikerein felbuzdulva szeretné tovább vezetni a falut a fejlődés útján. Nyertes pályázatok, sokszínű közösségi élet, összehangolt testületi és hivatali munka jellemzi az elmúlt egy évet Kapospulában, fejtette ki évértékelőjében a polgármester.
Kudarcról nem, csak sikerekről tud beszámolni Kapospula életében Stemmler József. A polgármester 2019 őszén a második ciklusát kezdte meg településvezetőként. Azt mondja, természetes volt számára, hogy ismét indul a feladatokkal és kihívásokkal teli megbízatásért. Sikeresnek éreztem az elmúlt 5 évet, és hát nagyon sok olyan nyert pályázat volt, ami áthúzódó pályázat, aminek a megvalósítását mindenképpen szerettem volna elérni, meg hát még tele voltam tervekkel, ambícióval. Ugye választás után először a közös hivatalt kellett átszervezni, megváltozott Atala helyett Dalmand és Kocsolával kötöttünk házasságot, így a településünknek is és Kapospula is anyagilag valamivel jobban jár. Az idei évben több beruházás valósult meg a településen, tervekből pedig nincs hiány. Az idénre realizálódott az orvosi rendelőnek az eszközfejlesztési pályázata, amit nyertünk, 3 millió forint értékben. A LEADER pályázatot ugye már nagyon régen beadtuk, az is, annak is a vége az idén realizálódott a Béketér páros oldalának és a Szabadság utcának a járdáinak a befejezése. Aztán idejében nyert pályázatunk is van, Magyarfaluba járda felújításra nyertünk anyagköltségre 5 millió forintot, amiből a Béketérnek a páratlan oldalát fejeztük be. Aztán még egy ilyen áthúzódó pályázatunk volt, ami szintén most realizálódott, a sportpark, amit már 2 éve beadtunk, és ugye most készült el, és hát azt mondom, hogy a szabadidő parkunk az most lett egy komplett igazából, tehát játszótér, felnőtteknek egy sportpark fedett színpadrész, kosárlabdázni lehet, tehát egy komplett szabadidő parkunk van most jelen pillanatban. Amire lehet pályázni, mindenre adunk be pályázatot. Tehát ugye ez kiderül, hogy Magyarfaluba beadtunk 8 pályázatot, ebből igazából 3 nyert, jelen pillanatban is van egy pályázatunk, ami még elbírálás alatt van, még nem lett eredményhirdetés. Tehát ugye mindenképpen pályázni kell. Amit mindenképpen szeretnénk megvalósítani, hogy a legnagyobb az egy komplett esővíz elvezetési rendszer Kapospulába, amit már az elődön megpróbál, de ugye ilyen falakba ütközött, mert Kapospulának a déli részén a vasút az mint egy gát ott van, és ilyen vízjogi engedély és ilyen problémák voltak, hát reméljük, hogy ezen túl tudunk majd lenni. Ugye Kapospula egy völgybe fekszik, és ebben szélsőséges időjárás viszonyok között, mikor egy ilyen 50-60 mm csapadék leesik, akkor óhatatlanul károk keretkeznek. Aztán szeretnénk Alsóhetényben egy játszóteret, vagy játszóteret felújítani, mert ott van már egy játszótér, de ilyen talán a 70-es évek elején készült, olyan, ami nem felel meg a mai modern követelményeknek, sőt szerintem, ha valaki látná, lehet, hogy be is tiltanák, mert olyan eszközök vannak rajta. A buszmegállókat fel kellene újítani, és hát ugye természetesen a falunak a működtetése. Tehát ahhoz úgy szeretnénk működtetni a falut, hogy az itt élő emberek azok jól érezzék magukat. A járványhelyzet ellenére az élet nem állt meg a faluban. A helyi vállalkozások működése szerencsére zavartalan, emelte ki Stemmler József polgármester. Én úgy veszem észre, hogy az emberek betartották azokat a szabályokat, amiket kellett. Különösebben itt cégek meg ilyen nem működik olyan, ami nekem fennakadást okozott volna az életébe. Ugye tavasszal elég sokáig ilyen hivatal is ilyen leginkább telefonos ügyintézéssel működött, egyébként jelenleg is így működik. Én úgy érzem, hogy ez nem okozott fennakadást az embereknek, a ügyeiknek az elintézésébe. A Kapospulában működő civil szervezeteknek köszönhetően a közösségi élet megőrizte sok színűségét. A legaktívabb civil szervezet az a Foltvarrók, a szívvel, kedvel, lélekkel csapat, amihez hozzátartozik ugye a Néptánc Egyesületünk is, a Kaposvízmente Néptánc Egyesület. Ők a legaktívabbak, minden évben kiállítást szerveznek, az idén is. Ugye most a vírushelyzetre való tekintettel kint a Pajta Színházban, ugye itt is mutatta, hogy ugye nem egy rossz beruházás volt ennek az elkészítése. Aztán ezen kívül még voltak, ezt megelőzően már volt egy úgynevezett családi napunk, tehát ilyen nagy falunapot nem akartunk
Tehát Dombóvár közelsége miatt ugye egy ilyen nagyobb rendezvényen rengeteg vidéki jelenik meg, ebben a vírusos helyzetben ezt igazából nem szerettük volna. Aztán volt egy idősek napja, amikor még meg lehetett, úgy gondoltunk, tartani, ott már természetesen a járványügyi szabályokat betartva, távolságokat betartva, maszkviseléssel, de nagyon sok idős eljött és örültek, hogy meg lett róluk emlékezve. A közmunkaprogram is folyamatosan működik a településen. Jelenleg 10 közmunkásunk van, amiből igazából csak 4 a kapospulai, tehát a többiek jönnek Atalából, Dombovárról. Azért van ekkora létszámunk, mert nagyon nagy a zöld területünk. Ugye a közigazgatásilag hozzánk tartozik Alsóhetény is, így van 2 temetőnk és rengeteg árokpartunk és zöld területünk, aminek nyáron a rendbetétele nagyon nagy probléma. Stemmler József polgármester azt mondja, olyan csapattal dolgozik együtt, ahol egyetértés van, a megvalósuló beruházások pedig az összehangolt testületi és önkormányzati munka gyümölcsei. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!